Jó szerencsét! 119 éve így köszönnek egymásnak a bányászok. Pécs Antal az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület választmányi gyűlésén 1894-ben azt javasolja, hogy az addig szokásos szerencse fel helyett e köszönési formát vezessék be. A szakma számára sokat jelentő üdvözlés évfordulója adta aztán az ötletet arra, hogy ilyenkor összegyűjjenek a bányászok, a kohászok és az egyéb rokonszakkák képviselői azért, hogy megosszák egymással tapasztalataikat. A csütörtöki rendezvényen részt vett Lasztovica Jenő, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke és Katona Csaba alpolgármester is. A Faller Jenő szakképzőiskola diákjai irodalmi emlékműsort adtak. Dehogy is féltek ők a bányától, tisztelték és csodálták és álmodtak róla. És megkülönböztetett becsben tartották a felszínen maradt képviselőit, a magányos kémény, a szénosztályozó óriási betonvázát, mely úgy ágaskodott a falu közepén, mint valami őskori állat. A meddőhányokat, amelyek szelíd füves dombokká varázsolt a természet, de az ember a földjükbe ásott, különös, szürkés hanyagokat talált, meg porladó barna széndarabokat. A megjelenteket dr. Horn János köszöntötte is, egy szomorú aktualitásra hívta fel a figyelmet, a Hallimbai bauxitbánya éppen zajló bezárására. És, amit ha majd megírják a magyar bányászat évezredes történetét újból, akkor a bauxitbányászatnak az utolsó fejezete úgy fog befejeződni, hogy 2013. április 11. az utolsó magyar mélyművelésű bánya, a Halimba bányának a tömegérkezése napja ma kezdődik. Ezért kérte nagyon sok OMBK-i szakszervezeti tagunk a kimentését, mert ezen a csúnya eseményen, de mégis utolsó búcsút akarnak venni a magyar utolsó magyar bauxit bányának. Dr. Holoda Attila, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület alelnöke szakmai előadásában a világ jelenlegi és várható globális energia és nyersanyag igényéről szólt, valamint a magyarországi bányászat helyzetét tekintette át. Hangsúlyozta, az ország energiafüggőségét próbálja csökkenteni a 2011-ben elfogadott nemzeti energiastratégia, mely 2030-ig olyan hosszú távú elképzeléseket tartalmaz például a bányászat területén is, melyek jelentősen eltérnek az eddigi irányvonaltól. És ez az első olyan dokumentum a bányászati szerkezet átalakítást követően, amelyben egyáltalán a bányászat szerepelt, és nem pusztán szerepelt, hanem ebben domináns szerepet szánnak neki. Ugyanakkor nagyon-nagyon fontos az, hogy ez a nemzeti energiastratégia, ami elfogadásra került, ez bizony csak annyit ér, amennyit megvalósítunk belőle. És itt bizony azért már látok nagyon-nagyon komoly problémákat. Magyarország a villamos energia is, főleg a földgáz ellátás szempontjából importfüggő. Ennek csökkentésére az energiatakarékosság és hatékonyság fokozása mellett a megújuló energiák, a biztonságos atomenergia, valamint a hazai kőolaj, földgáz, szén és lignit vagyon környezetbarát felhasználását tekinti megoldásnak a stratégia. Dr. Holoda Attila elmondta, világszerte a szén és szénhidrogén igény növekvő tendenciát mutat, ezért érdemes lenne minél hamarabb újra gondolni a hazai nyersanyagkészletek hasznosíthatóságát. A rendezvény a szakmai előadást követően a művelődési ház előcsarnokában található bányász dombormű koszorúzásával ért véget.